Busz fordul ki Dombóvár fő utcáján. Ilyen járműből kevesebb közlekedik a városban mostantól. Mintegy 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát a kihasználatlanság miatt. A járat ritkításon 15 millió forintot spórolt a város. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, erre az intézkedésre mindenképp szükség volt. A városban ma is csak jelenleg tömegközlekedésben 40% működik helyi járat, de azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és rávilágítottunk, és kiemeltük a lakosságot előtt, hogy a helyközi járatokat is vegyék igénybe, hiszen azzal lehet pótolni ezt a kieső 60%-nak nagy részét. A sportegyesületek önként mondtak le a nekik szánt önkormányzati támogatás 25%-áról, ami nagyságrendileg 7 millió forintot tesz ki. Nagyon fontos, hogy mi is önmérsékletet kellett, hogy tanúsítsunk. A városi rendezvényekre elkülönített 20 millió forintnak a feléről nem mondtunk, és csökkentettük az éves keretet 10 millió forintra. Ezen túlmenően sajnos személyi kérdésekben is kellett döntéseket hoznom. Nyilván az integrált szolgáltató vállalatunk, amely az konyhákat működteti, tekintettel, hogy 1300-1400 főről lecsökkent 200 főre az adagszámunk. Ebből adódóan a technikai dolgozókat 4 órás munka körbe rendbe kellett visszasorolni, természetesen ez csak augusztus végéig tart. Példamutatóan álltak hozzá kollégáim a művelődési házba és a könyvtárba is, hiszen a könyvtár és a művelődési ház 3 hónapig bezárt, és nyilván kollégáim ez idő alatt álláskeresői státuszba mentek, és nyilván nagyon remélem, hogy ősszel tovább tudjuk folytatni az évelején elkezdett munkát. Nekik is mindenféleképpen köszönettel tartozom. Az óvoda 60%-on, a bölcsöde 90%-on működik jelenleg. Dombóvár polgármestere már akkor módosított a szabályokon, és felemelte 5 főről 10 főre a csoport létszámot, amikor még a kormányzati enyhítés nem történt meg. Már az első napokban ugyanis közel 100 gyerek érkezett az oktatási intézményekbe, és a szülők folyamatosan jelezték, hogy vinnék gyermeküket. Pintér Szilárd azt mondta, a racionalizáló döntésekre azért volt szükség, mert a város a koronavírus járvány és egyéb intézkedések miatt jóval kevesebb pénzből gazdálkodhat. Nagy kiesés például az 54 millió forintnyi gépjármű adó, de egyéb bevételektől is elesett a település. Ha 2021-ben sem az önkormányzatokhoz folyik be a Dombóváron mintegy 100 millió forintnyi gépjármű adó, az további kérdéseket vet majd fel. Azt felől sem hunyhatunk szemet, hogy azok a vállalkozások, akik itt a válságban vagy a pandémiás időszakban nem dolgoztak, jövőre jóval kevesebb iparőzési adót fognak fizetni, mint őt tették idén. Tehát azt gondolom, hogy az a hiány, amely ebből a helyzetből és egy kormányzati intézkedésből következett, Dombóvár esetében is meg fogja adni a 200 millió forintot. A beruházások azonban folytatódnak a városban. Így például a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése is javában zajlik. Nagyon fontos, hogy azok a projektek, amelyek már fejben megvoltak, és adott esetben talán meg beadásra is kerültek még az előző ciklusban, és különböző okok miatt nem nyertek támogatási forrást, újból előkerültek. Így az Arany János téri rendelőnt intézetünknek a felújításának a pályázatát kívánjuk jövő héten beadni. Nyilván nagyon fontos, hogy menet közben az EMI-nél egy jogszabályváltás következtében találtunk 11 millió forintot, amivel a múzeumnak a belső átalakítását meg tudjuk oldani. Ez mellett azt gondolom, hogy az a folyamat is elindult, elkészült az a tanulmányterv, amely a Dombóvári Sport és Szabadidőcentrum beruházása alapjait teszi lehetővé. Ebben a tekintetben múlt héten nálam járta az úszó szövetségnek az elnöke, dr. Vadán Sándor, és biztosította arra, hogy az úszó szövetség kiáll mellettünk, illetve meg is van a kormányzati döntés az úszoda megépítésére vonatkozóan, de nyilván ez egy komplexum lesz, és ebben lenne még egy kosárlabdapálya, egy lőtér és egy tekepálya. Azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönjük az ő felajánlásukat, de nekünk még tovább kell néznünk, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló pénz 2,5-szeresére van szükségünk.